Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a nyílt testületi ülésen. Mindenki megkapta napirendi javaslatokat. 6 darab napirendi javaslat van. Az első az önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata és módosítása. 2. a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 3. a bizottságok tagjainak a megválasztása. 4.2. belterületi csapadékvízelvezetés első ütem tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 5. önkormányzati épületek energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. És a 6. tag delegálása Homokhátsági Regionális Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságába. Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, tárgyalásukkal, kérem készfelemléssel szavazzunk. Köszönöm szépen egyhangulag. 1. napirendi pont. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata. Tehát, ahogy az előterjesztésben is a képviselőtestület az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésén megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezet és működési szabályzatáról szóló rendeletét a polgármester előterjesztése alapján. Ezzel kapcsolatban esetleg az aljegyző úr kiegészítést, valami jegyző úr, valami kiegészítés. Van-e valakinek hozzászólása? Nekem egy kérdés. Berger József, parancsolj! Hogy tegnap beszélgettünk a bizottságokról, és a tegnapi napon az a jegyzet, amit készhez vettünk, abban a pénzügyi bizottság elnevezése változott. Ez az SMS-ben nem látom, hogy ez most csak egy véletlen elírás volt, vagy tényleg változik? Szerintem az nem a hivatalos név volt megjelölve, ott nem változik a neve. Jó, tehát akkor nem úgy fogjuk használni, ahogy tegnap mi találkoztunk. Nem. Jó, akkor szavazásra bocsátom. Aki az önkormányzat szervezet és működés szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatát és módosítását így elfogadja, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. 2. napirendi pont. A képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet módosítása. Itt hasonló a helyzet, hogy vagy az alakülésen, vagy az követő ülésen kell a tiszteletdíjról, illetve illetményről dönteni. És itt a tiszteletdíj alapdíj a képviselőknek 70.100 forint per hónap, ez bruttó összeg, a külsős bizottsági tagnak 20.000 forint per hónap, és a rendelet tervezet alapján az állandó bizottság elnökének az alapdíjon felül további bruttó 40.000 forint per hónap tiszteletdíjat állapítunk meg az előterjesztésben. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, észrevétele? Megadom a szót akkor. Tehát a alapdíjunk természetesen az elnökök tiszteletdíjával kapcsolatban, hogy én megvárnám a februárt. Lássuk, hogy hogy állunk anyagilag. Tehát a bizottságok elnökeinek a tiszteletdíj emelésével megvárnám. Tehát a költségvetést? Költségvetést. Ennyi csak. Jó, akkor ez egy módosító javaslat lesz, nem tudom, Sendő Anita parancsolsz hozzászólni? Igazából nekem is hasonló lett volna a javaslatom, most csináltam egy ilyen kis kalkulációt, hogy ez milyen többletköltséget jelentene. Igazából a havi vagy éves szinten az önkormányzatnak, és hát elég sok ez az összeg, és nekem is az lenne a javaslatom, hogy tehát ne vessük el ezt a dolgot, de várjunk egy kicsit, hogy meglássuk, hogy milyen lesz a következő költségvetési év. Igen. Jó, köszönöm szépen, Berger József, parancsolj. Támogatom az előttem elhangzottakat. Azt tudni kell, hogy 8 évvel ezelőtt, amikor megszüntettük a bizottsági elnök díjakat, akkor a költségvetés rossz helyzeté miatt döntött így az akkori testület. Nem csak az elnökök díját vettük le, hanem a külsős tagokét és a képviselő testület tagjainak tiszteletdíját is csökkentettük. Ez a csökkentés, forintra nem számoltam ki, lehet, hogy Kovács Pisti rögtön tudna rá válaszolni, de közel 85 millió forintot jelentett a mai napig megtakarítást az önkormányzatnak. Ez a 85 millió forint az alpolgármesteri összeggel együtt értendő, ami ugye bár törvénytelen állapot volt, de mégis megtakarítást hozott az önkormányzatunknak. Ez, ha érvelek azzal, hogy mit jelent egy 10%-os pályázatnál egy
egy önrészes pályázatnál egy 85 millió forint, akkor közel 1 milliárd forint beruházás lehet belőle megvalósítani. Mindenképp indokolt megvárni véleményem szerint a költségvetést. Indokolt lesz-e adni a 40 ezer forintot, nem mellesleg az indoklás, amiért javasolja a határozattevő ennek a megszavazását, hogy a bizottsági elnökök többet munkája. Én azt gondolom, hogy aki képviselő becsületesen fölkészül a testületi ülésekre, annak nem kell több munkát végeznie, vagy nem, tehát egy bizottsági elnöknek nem kell több munkát végeznie, mint egy sima képviselőnek, aki nem elnök. A bizottsági elnöknek csak a gyakorlatilag lebonyolítás, technikailag van szerepe egy-egy bizottságban. Jó. Köszönöm szépen. Még én is támogatnám nem ezt a módosító javaslatot. Jó. Akkor a módosító javaslatot szavazzuk. Arról szavazzunk. Valakinek van még hozzászólása? Ha nincs, aki egyetért a módosító javaslattal, azt kérem készfelmenéssel szavazzon. Jó, köszönöm, akkor egyhangulag, és akkor a költségvetésére visszatérünk erre a dologra. Köszönöm szépen. Hármas napirendi pont, bizottságok tagjainak a megválasztása. Parancsolj. Nem fontos, csak akkor marad, mert ugye a képviselői díj az ugye már a megválasztástól járt, tehát az eredeti rendelet szerinti kell majd. Ami eddig volt, az marad. Egyelőre. Igen. Tehát a polgármester előterjesztése alapján a bizottság tagjának a megválasztása következik, a hármas napi rendi pont. Itt volt egy egyeztetés, és felolvasom a bizottsági tagokat. Az ügyrendi bizottságba, akiket javasoltunk, Bányászi Gábor elnök, Agócs Ákos, Vulman József, dr. Gubik Márton, Feró Csaba és Benedek Imrét javasolták még a képviselők. A pénzügyi bizottság, mezőgazdaság és településfejlesztési bizottságba Kovács László elnök, Bányászi Gábor, Agócs Ákos, Sendula Anita, Benedeszki Tamás, Tóth Zoltán és Pintér Csilla. Kulturális és sportbizottság Agócs Ákos, Kovács László, Berger József, Greksa Zoltán, Leszák Dániel és Varga Zoltán lett még javasolva. A Szociális Egészségügyi Bizottságba Vulman József, Bányászi Gábor, Kelemen László, Paplanos László és Györgye Zalán. Annyit még hozzá kell tennem, hogy a tegnap egyeztetés után a Vulman képviselő úrkat az ügyrendi bizottsághoz tettük, a kívánságára Sendonitának a pénzügyi bizottságba került, és Kelemen László képviselő úrnak kívánságára a Szociális Bizottságba került. A Kulturális Bizottságba viszont a Berger József képviselő urat tettük. Igen. Mondjuk amikor én felálltam az osztatot, akkor ugye nem így volt a bizottságok kialakítása. Tehát én kértem tekintettel arra, hogy 5 éven keresztül vezettem a pénzügyi bizottságot. Nem mellesleg az a költségvetés, amivel én mondjuk egy intézmény egységben gazdálkodom, nagyon hasonlít ahhoz, ami a pénzügyi bizottság elsődleges feladata. Én is közel 1 milliárd forintért felelek az intézményegységben, amit vezetek, ezért azt gondolom, hogy elég jól átlátom a pénzügyi bizottság munkáját. Én kértem azt, hogy ha lehet, akkor a nevem kerüljön föl ide, mint képviselő. Ez tegnap osztató úgy álltunk föl, hogy a nevem fönt volt ezen a listán. Fel lehet venni. Én akkor kérem, hogy a nevem kerüljön föl ismételten. Tegnap, jó, oké. Akkor a pénzügyi bizottsághoz még a Berger József képviselőnek a nevét. Marian, légy szíves, tett hozzá, és akkor egy 5-10 perc szünetet rendelnék el. És először, mielőtt elrendelném a szünetet, megkérek mindenkit, hogy ez titkos szavazással történjen majd ez a választás. Aki ezzel, hogy titkos szavazással választunk az egyetért, azt kérem készfelmenéssel szavazza. Jó, köszönöm szépen, akkor egy hangulat. Akkor 5-10 perc szünetet rendelnék el most. Mindjárt hozzák akkor lapokat. Tehát még 3 tagú szavazatszáma a bizottságot kell választani. Az ügyrend bizottság elnökének Bányászi Gábort javasoltuk, akkor Gábor, ha te ezt elvállalnád, hogy az elnöki lennél a 3 tagú bizottságban, és majd ismertetnéd az eredményeket, és akkor esetleg önként jelentkező, aki segít. A többi ügyvéd. Jó, Agócs Ákos és Vulman, vagy Anita, akkor aki a Sendu Anitával, Agócs Ákossal és Bányászi Gábor egyetért, azt kérem, emelje fel a kezét, szavazzon. Jó, rendben. Köszönöm szépen, akkor most 5 percünet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a bizottság tagjának megválasztása minden igaz megtörtént. Megkérem Bányászi Gábor képviselőt, hogy tájékoztasson az eredményről bennünket. Köszönöm.
Akkor felsorolom, hogy a szavazatszámlálás után milyen eredmény született. Az ügyrendi bizottság elnökének ugye Bányász Gábort javasolták, ugye 7 igen, 2 nem. Ugye tagok Agó Zsákos 9 igen, Vulman József 9 igen, Dr. Gubik Márton 9 igen, Feró Csaba 5 igen, 4 nem, Benedek Imre 4 igen, 1 nem, és 4 tartózkodás. Tehát 4-1-4. A pénzügyi gazdasági és településfejlesztési bizottságba ugye elnöknek Kovács Lászlót javasolták. 5 igen, 4 nem. Bányászi Gábor 5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás. Agócs Ákos 5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás. Sendula Anita 9 igen. Berger József 4 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. Benedeczky Tamás 9 igen. Tóth Zoltán 5 igen, 4 nem. Pintér Csilla 9 igen. Kulturális Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöknek Agócs Ákos javasolták. Agócs Ákos 9 igen. Kovács László 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Berger József 9 igen. Gregsa Zoltán 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. Bleszák Dániel 8 igen, 1 tartózkodás. Varga Zoltán 4 igen, 1 nem, 4 tartózkodás. Szociális és Egészségügyi Bizottságban Vulman Józsefet ajánlották. Vulman Józsefnek 8 igen, 1 nem. Bányászi Gábor 7 igen, 2 nem. Kelemen László 9 igen. Paplanos László 6 igen, 3 nem. És végül Györgye Zalán 6 igen és 3 nem. Jó. Tehát így akkor az összeredményben ügyrendi bizottsági tagok lettek Bányászi Gábor elnök, és a tagok Agócs Ákos, Vulman József, Dr. Gubik Márton és Feró Csaba. A pénzügyi mezőgazdaság és településfejlesztési bizottság elnöke Kovács László, tagjai Bányászi Gábor, Agócs Ákos, Sendül Anita, Benedeczky Tamás, Tóth Zoltán és Pintér Csilla. A Kulturális és Sportbizottság elnöke Agócs Ákos lett. Tagok Kovács László, Berger József, Gregsa Zoltán és Bleszák Dániel. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Vulman József lett. Tagok Bányászi Gábor, Kelemen László, Paplanos László és Györgye Zalán. Ez a végeredmény akkor. Az eskütétel majd a következő testületülésen lesz. Megadom a szót Berger Józsefnek. Tekintettel arra, hogy én nem kaptam szerepet a pénzügyi bizottságban, és én ott mindenféleképpen szerettem volna szerepelni, hiszen úgy gondolom, hogy az a bizottság áll legközelebb hozzám, akár szakmailag, akár abból a tekintetből, amit előző öt évben én ebben a bizottságban mind munkát végeztem. Én tanácskozási jogommal élve minden bizottság ülésen ott kívánok lenni, úgyhogy kérem majd a meghívókat is erre a bizottsági ülésre megküldeni, és egyúttal a kulturális bizottsági tagságomról lemondani helyette. Én javaslom majd Ulma József képviselő urat megszavazni, hogyha ő vállalja, hiszen neki ez egy nagyon szívecsücske ez a bizottság, ő neki nem volt így lehetősége bekerülni. Én azt gondolom, hogy az együttműködés alapjai már itt most megdőltek. Erre való tekintettel nem kívánok részt venni a bizottság ilyen tényleges munkájában. Értem. Vulman képviselő úr, a Kulturális Bizottság ott vállalja Berger József helyett? Nem, nyugodtan tényleg. Vállalod?
Persze, de akkor várjunk, most megvagyunk. De akkor nem kell. De akkor szerintem nyugodtan szavazunk. Mondjátok, igen, nem azt kész, most nem jön. Nem, ez nem vállalom. Ez így összevazás. Vállalás volt a kérdés. Vállalom, de hessze, és akkor jó. De nem kell titkos. Nem kell titkos szavazás, akkor nem kötelező. Nekem nem kell. Jó? Engem nem zavart, egy nyugodtan lehet nyitott szavazás, engem nem zavart, hogy... Akkor titkos szavazás legyen. Jó. Titkos. Három. Ja, titkos szavazás, akkor legyen. De nem kell, hogy titkos legyen. De nem baj. Aki a titkos szavazásra szavaz, készfelelően sem szavazunk. Jó. Aki nem... Már csak, hogy elírja a rendtartást, nem? Mi van? Aki nem... Várjátok, ne szóljunk bele. Aki nem... Aki tartózkodik, akkor négy tartózkodik. Akkor titkos szavazás, 5 perc szünet. Akkor megszületett a végeredmény a Kulturális Bizottság és Sportbizottság tagjaival kapcsolatban is. Tehát mivel Berger József nem vállalta ezt a bizottságot, ha bár 9-en rászavaztak, ezt szavaztunk, Vulma József képviselő úr lett a Kulturális Sportbizottság egyik rendes tagja, úgyhogy ezzel megalakultak a bizottságok. Köszönöm szépen akkor. Tovább lépünk következő napirendi pont. Kecel beltörleti csapadékvíz elvezetése első ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala. Itt megkérem Stubner Éva közbeszerzést vezető hölgyet, hogy mondd el, légy szíves, ezzel kapcsolatos tájékoztatót. Az új képviselő testületi tagok kedvéért is egy kicsi rövidebb verzióban ismertetném, hogy mi történt eddig. Ugye 2017-ben nyertünk 300 millió forintot a Kecel beltörleti csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítésére. Már maga ez a 300 millió forint is nyilván csak a település egy részét fette le. No most a pályázatok elbírálása is elhúzódott, illetve tudjuk, hogy mi történt az elmúlt években az építőiparba, hogy nagyjából 30%-os drágulás mutatkozik. Nyilván ez látszik a legtöbb pályázatunknál, hogy sokkal nagyobb összegű ajánlatokat kapunk, mint amennyi rendelkezésünkre áll. Mi is tartva ettől akkori 2018-ban, 18 év végén végeztünk egy piackutatást, több cégtől kértünk be ajánlatot. Ekkor úgy tűnt, hogy a 300 millió forinthoz még 107 millió forint önerőt kellene raknunk, hogyha azt a 18 ezer folyómétert szeretnénk csapadékvíz csatornával ellátni, amit szerettünk volna. Erre született, próbáltuk ezt olvasolni, a tervező nyilván figyelembe véve ugye a csapadékvizet nyilván öblözetenként gyűjtjük össze, vezetjük el, szikkasztjuk el, a műszaki tartalmat figyelembe véve két verziót dolgozott ki. Az A verzióban, az A verzió arról szólt, hogy körülbelül 13 ezer folyóméter valósul meg, ami a Felszabadulás utcát, Fürth Sándort, Gárdonyit, Kenderföldit, Erkel Ferencet, Kölcseit, Tó, Szabó Pál, Dankó Pista, Bacsó Béla, Barnakert, Csillag, Sás, Nyár, Alkotmány, Bartók Béla, Móra Ferenc utcákba készülne el a csatorna. Ezzel a verzióval mindössze 9 millió forint önerővel meg tud valósulni a beruházás, úgyhogy a 300 millió forintot is megkapjuk. A B változatban más utcák valósultak volna meg, ott a Felszabadulás, a Fürst, Gárdonyi, Kenderföldi, Erkel, Kölcsei, Tó, Szabó Pál, Dankó Pista, Bacsó Béla, Barnakert, Csillag utca, Sás utca, Nyár utca, Róma utca, Rákóczi utca, József utca, Liget utca, Nádas, Mozgó, Móricz, Gagarin, Kodály, Mókus és a Homokszőlő utcákba készült volna a csapadékvízcsatorna, viszont ezek olyan területek, ahol több zárt árok épült volna, más, tehát bonyolultabb műszaki tartalom, drágább is, itt 71 millió forint önerőt kellett volna hozzárakni, úgyhogy nyilvánvalóan az A-változatot választotta akkor a testület, tehát 9.296.859 forintot szavazott meg önerőnek. Ezek alapján ezzel a rendelkezésre álló költséggel írtuk ki a közbeszerzési eljárást. Csak egy kicsit.
Ugye ezzel a költségvetéssel a kivitelezésre 268.147.157 forint állt a rendelkezésünkre, amikor meghirdettük az eljárást. 5 darab céget hívtunk föl, ezekből 4 darab tett ajánlatot. A 4 közül a Soltút Kft. És a Délút Kft. Hiánypótolt, hiszen hiánypótlásra is azért általában szükség szokott lenni, első körben nem szoktak sikerülni az ajánlattételek. A Geotechnika 84 Kft., illetve az Unicorn Épker Kft. Ajánlata viszont hiányosan került benyújtásra, tehát a hiánypótlás után is hiányosan. Így 2 cég maradt a versenyben. Ezután a közbeszerzési eljárásban, mivel nem kötelező mindent azonnal igazolni, elegendő nyilatkozatokat benyújtani, volt még egy kör, ami miatt tegnap 3 órát tudtuk megjelölni határidőnek, hogy adják be az alátámasztó igazolásokat, a legjobb 2 ajánlattevő. Ők ezeket be is nyújtották, így összetudott ülni a közbeszerzési bírálóbizottság, és ma ki tudtuk küldeni az anyagot, kicsit késve, miatt elnézést kérünk a közbeszerzési szakértővel is, de hát minél előbb szeretnénk mi is dönteni, hogy folyjon a beruházás. Így a Soltút Kft. 921,25 ponttal az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot tette, ajánlati ára is az övé a legolcsóbb, bruttó 277.435.290 forint. Így kérem a képviselőtestületet, hogy hirdesse ki a Soltút Kft.-t az eljárás nyerteseként, hiszen az eljárás eredményes, és mivel a forrás rendelkezésre áll, így meg tudjuk valósítani a beruházást. Jó, köszönöm szépen, összefoglalót. Köszönöm szépen. Valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, parancsolja. Akkor megjegyzésem, hogy a Soltút, ha jól tudom, akkor még a Soltút tulajdonában van, a Kossuth utcán található ingatlan. Most, ha lehet, maradjunk már a tények, tehát az előterjesztéssel kapcsolatban, de az ő tulajdonában van, igen. Tehát valamelyes kötődik hozzá, hiszen Soltút miatt a beruházás. Jó lenne, hogyha a Soltúttal fölvennénk a kapcsolatot, hogy ennek a hogy mi az ingatlannak a felhasználtsága. Jó, hogy mit szeretnének igazából. Annyit tudok, hogy kikérték, most már akkor válaszolnék rá, kikérték az árakat a Szrenk úrtól, hogy Kecelen mégis milyen négyzetméter árak vannak, és ez alapján valószínű, hogy értékesíteni szeretnék. Ez az utolsó információm erről a területről. Jó. Aki az előterjesztéssel egyetérti, a Kecel beltözött csapadékvíz elvezetés egyes ütemtárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntést megszavazza, azt kérem készülőléssel szavazza. Jaj, bocsánat, igenis, név szerinti szavazás van, tehát akkor dr. Agócs Ákos, Kovács László, igen, Sendu Anita, Ulman József, Kelemen László, Berger József, Mányeszi Gábor, igen. Ákos, igen. És én is igen. Jó, akkor egyhangulag elfogadta a képviselőtestület ezt a döntést. Önkormányzati épületek energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala. Újra Éva, parancsolj, ezt is te rendezted. Az önkormányzati épületek energetikai felújítására szintén 2017-ben nyertünk támogatást, 157.691.334 forintot. Ebből a támogatási összegre a kivitelezésre fordítható 140.711.948 forint. Ugye ebben a beruházásban 3 épületünk érintett, a polgármesteri hivatal, a Szabó Pál óvoda és az Újfalusi óvoda. Ezeknek az épületeknek a nyilászáró cseréje, hőszigetelése történne meg ebből a projektből. Itt is ugye meghirdettük a közbeszerzési eljárást. Itt a 3 épületre, tehát 3 részre lehetett ajánlatot tenni, ezért 12 darab ajánlat érkezett be, ami egyébként 4 céget fed, de nyilván minden részre kellett ajánlatot tenniük, ezért 12 darab ajánlat jött be.
Itt is szükség volt hiánypótlásra a Kecskés Építőipari Kft. És a Modus Vivendi Kft. Igen, a Kecskés Építőipari Kft. És a Modus Vivendi Kft. Hiánypótolt. A Max Beton Kft. Nem nyújtott be hiánypótlást. És ugye itt is az értékelési szempontok szerint a Modus Vivendi Kft. Tette a legkedvezőbb ajánlatot, viszont hiába az ő ajánlata a legolcsóbb, itt ugye, mindjárt mondom, hogy... itt is bruttó 25.685.042 forinttal magasabb összegű a legolcsóbb ajánlat is, mint amennyi a rendelkezésünkre áll, tehát ezt önerőként kellene biztosítani. Na most van egy olyan szerencsénk, hogy úgy tűnik, legalábbis ezt a pályázatíróval megvizsgáltuk, hogy fogunk tudni 15%-os többlettámogatást igényelni, de mivel ezzel a projekttel is haladnunk kellene, hiszen jövő évben a projektzárásnak meg kell történnie, azt javasolta a pályázatíró, hogy egyelőre szavazza meg a testület ezt az önerőt, illetve azt, hogy a Bács-Kiskun megyei Nonprofit Kft. Elkészíthesse a többlettámogatási igény iránti kérelmet. Ő ezt 200.000 forint plusz áfáért vállalja, hiszen ez neki plusz feladat, de nyilván ez az érdekünk is. Erre a 200.000 forintra nem jár támogatás, de én szerintem ez bagatell összeg ahhoz képest, hogy le tudjuk csökkenteni az önerőnket 8 millió forint körüli összegre. És hogyha támogatják ezt a, tehát kapunk többlet 15%-ot, akkor nyilván azt a támogatást megkapjuk, tehát a végeredményben 8 millióba fog nekünk kerülni ez a három épület, ami szerintem szintén nem rossz ahhoz képest, hogy jó. Itt mindenki ettől fél, hogy minden 30%-a drágább, mint 3-4 éve. Úgyhogy ezt javaslom a testületnek. Annyi csavar van benne, azt lehet, hogy többen nem értik, hogy 32 millió forintot írok itt, hogy a forrás hiány összege annyi, holott csak 25 millióval több a Modus ajánlata. Tudni kell, hogy 10 darab ablakot kicseréltünk itt a kormányablaknál, amikor az megépült. Azt a 10 ablakot el tudjuk számolni támogatásból, ezért van az, hogy az olyan 6 millió forint körül összeg volt, hogy 32 millió forintként kell ezt föltüntetni, hogy a támogatásnyújtó is ezt tudja kezelni valahol, de ettől függetlenül végeredményben 8 millió forint körüli saját forrás szükséges ahhoz, hogy ez a projekt megvalósuljon, amennyiben elfogadja a testület és kihirdeti a Modus Vivendit a nyertesként, illetve megbízza a polgármestert, hogy a többlet támogatási igényt benyújtsa. Benyújtsuk, igen. Jó, van valakinek hozzászása. Én kérdezem, igen, hogy a pályázatíróval, amikor megvizsgáltátok, arra lehetőség nem volt, hogy esetleg némi tartalomcsökkenéssel bírjon ez a pályázat, hogy ne kerüljön többet támogatásban? Mert hogy most ez feltételes mód, hogy visszakapunk ebből pénzt, ugye ez senki nem írja alá, hogy ez így is lesz. Ezért kérdezem, hogy ez a 30 millió egyelőre, amit be kell építenünk a költségvetésbe. De nem lehetett itt tartalmat csökkenteni. Azt mondják, hogy meg fogjuk kapni, ha igényeljük, megkapjuk. Nyilván ez egy értem, politikai ígéret. Annak a lehetőségét megvizsgáltuk egyébként, hogy nem is került szóba. Megmondom, őszintén nem került szóba, bár én gondoltam rá, hiszen három épület van. De szerintem ez a három épület már annyira... Tehát évek óta kérünk ajánlatokat nyilászáró cserékre. Tehát a hivatalra is annó is 50 millió forintos ajánlatokat kaptunk, soha nem bírtuk meglépni. Most ahhoz képest, ha véletlen nem támogatják, nem kapjuk meg a 15%-ot, akkor is csak 25 millió forinttal meg tudjuk valósulni három épületnek. Közel 160 millió forint a támogatási összeg, 160 milliónak a 20%-a 32 millió forint. Itt még a 15% önerőt kellene hozzárakni durván, amikor 30-40%-kal fölmentek az árak. Csak mondom. Igen, de ez egyébként 100%-os támogatottságú pályázat.
eredetileg. Tehát azért az egy forint is már több, mint amire elméletileg először igen, csak, csak az országban és a településen mindenmiket megírtak mondjuk a választásokkor, hogy egyetlen egy település volt Kecel az, amelyik topospázakat nem kezdett el. Nem, én tudom pontosan, hogy Kiskörsön sem kezdődtek el topospázas kivitelezések, meg nagyon sok településen. Tehát azért, mert a tervezések, mivel a Kecskeméti Kft. Végezte a tervezéseket, ezért 65 milliárd forintnyi értékű pályázat csapódott rájuk, akkor a munka rakódott rájuk, hogy egyszerűen csúsztak a pályázatok, csúsztak. Igen, erős sorrendet állítottak. És sajnos, legyen szíves, akkor szóljon csak bele, vagy ne szóljon bele, csak ha szót adok, jó? Mert ez nem, ez szerintem ez, akkor tegeződünk, igen. Tegeződő is mondom, hogy légy szíves, ne szólj már bele az ülésbe, senki se szóljon, mert csak ha szót adok, vagy ha szót kér és megkapja. Mert akkor fejetlenség lesz az egész testületülés. Jó. Tehát összességében 8.428.347 forintra mérséklődne az önerő. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek még hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozat tervezet elfogadja, az kérem készfelvéssel szavazza. Név szerint, ja, megint oké. Okay. Utána, tehát beláttam, hogy mi van akkor. Agócságos, igen. Kovács igen. László, Sendo Anita, Gulma József, Kelemen igen. László. Tartózkodik. Bergezsett tartózkodik. Igen. Ákos, igen. Igen, akkor a képviselőtestület 8 igennel és egy tartózkodással elfogadta ezt a napirendi pontot. 6-os napirendi pont, tagdelegálás, homokhátsági, regionális, hulladék gazdálkodási, önkormányzati társulás felügyelő bizottságába. Ezen esetleg pár gondolatot róla. Úgy, ahogy a korábbi kiskörösi, kistérségi társulásban, illetve az ivóvíz minőségjavító társulásban is kellett tagot delegálni, ugye a homokhátság is jelezte az igényét, illetve egyeztetés alapján így jelezték, hogy továbbra is számítanak a keceli képviselőre, a keceli delegátra a felügyelő bizottságban, és úgy, hogy az első kettőnél úgy itt is a polgármester lett megjelölve, hogy továbbra is képviselje Kecel városát a homokhátsági regionális társulásban. Aki ezzel egyetért, kérem kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen egyhangulat. Egyebekben valakinek van hozzászólása most? Berger József képviselő, parancsolja. Néhány dolog lenne. Az első, hogy a sportcsarnok rendelkezik defibrillátor készülék, ami életmentésre alkalmas. Az iskolában az egyik testnevelő kollega be lett iskolázva, tehát ő tudja kezelni ezt az eszközt, viszont szükség lenne egy olyan dobozra, amelyben el lehet helyezni, hogyha ne adj Isten délelőtt, délután bármikor szükség lenne rá, akkor ezt szakszerűen töltés után rögtön lehessen venni. Ez egy körülbelül 60 ezer forint értékű doboz, amit szeretném, hogyha a sportcsarnok vezetője támogatná, hogy ez a doboz kikerüljön oda, és ezáltal tulajdonképpen egy olyan puszt tudjunk adni a sportcsarnoknak, ami eddig nem volt. Ez az egyik. Úgyhogy én kérem, hogy ezt az összeget fordítsuk erre. Természetesen. Parancsolj. És akkor lenne még egy olyan kérés, vagy kérdésem, még a talán szeptember végén jeleztem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség lehetőséget biztosít számunkra egy pályázat beadására és esetleges nyertesként való részvételre egy pályázati rendszerben, amely a könyvtár épület nagy termének felújítását oldhatná meg, 30%-os intenzitású pályázatról beszélünk. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az elsődleges beadási határidő október vége volt. Igen, megvizsgáltuk, ahogy beleszólt, és ezt az Éva megint el fogja mondani, hogy áll ez a helyzet, és miért nem léptünk ebben. Éva, parancsolja ezzel kapcsolatban. Olvastam én is a pályázati felhívást polgármester úrral együtt, ugye itt 30%-os önerőt kellett volna kicsit aktába biztosítani, amit úgy ebbe a helyzetbe, amikor itt van 900 millió forintos pályázatunk, 30%-os meg stb. Önerőve, úgy döntöttünk, hogy ezt most így nem lépnénk meg. Oké, nyilván egy 70%-os támogatás is kedvező lehet, de ugye itt a Magyar Kézilabda Szövetség úgy képzelte ezt a pályázatot, hogy mi megmondjuk az igényeket, hogy mondjuk parkettát akarunk, vagy hát sportpadlót akarunk cserélni, meg mondjuk
vizes blokkokat, és akkor majd ide küldenek egy tervező céget, meg egy kivitelezőt, aki megmondja, hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni, és annak a 30%-át vállaljuk, vagy nem. Kicsit... Az igazság, hogy nem tudok a szövetséggel beszélve. Jutottatok erre, vagy a pályázatból olvastatok? Ez a pályázatból olvastam. Igen, tehát nem beszéltél személyesen a kézzelható szövetség. Mert hogy engem fölhívtak, hogy nem tudnak érdembe beszélni az önkormányzatnál senkivel, mert a pályázati felhívás és a pályázat megvalósítása nem biztos, hogy releváns ezen a területen. Jó, köszönöm. Csak természetesen én ezt elfogadom, azt viszont nehezen, hogy ezt mondjuk nem testületi döntésben utasítjuk el, hanem megbeszélés alapján. Én azt gondolom, hogy ennek a lehetőségét minimum elvált lett volna, hogy a testület elé hozzuk, hogy ez mennyibe kerülne, érdemesre vele foglalkozni. Ennek az épületnek az állaga, mondjuk a nyílászáró csere annyira indokolt, hogy lehet, hogy 5 év múlva muszáj lesz ráköltenünk ennek a pénznek a többszörösét. Ezt azért megfontolásra javasoltam volna, de természetesen működhet így is. Nyertes pályázatok prioritást élveznek, és szerintem elég katasztrofális a helyzet. Tehát én értem a rendszert. Látjuk abból, hogy most döntünk két éve megítélt támogatásokról. Azért csak voltak választások október 13-án, és az október 31-ig kellett beadni. Azért itt elég fejvesztett világ volt az októberi hónap, és ez az utolsó pillanatokból jöttek be ezek a dolgok. Szeptember 20-án, végén a szeptember utolsó testületülésen, tehát egy hónap volt erre, amikor teljes káoszban volt szerintem minden képviselő a választások miatt. Pluszban, ha szólhatok, akkor egyébként kitolták a pályázat beadási határidejét, de természetesen ettől függetlenül nem szükséges a testület elé hozni. A másik kérdésem lenne, 2018 év elején volt egy elvi döntésünk, a étkező építése a kékiskola mellett, ez megvalósult, és szeptemberben elkészült egyébként egy nagyon igényes étkező a gyerekek számára. Az órarendet ehhez igazította az iskola, így alakítottuk a gyerekek délutáni programját. A szeptember óta már eltelt kicsit több mint 2,5 hónap, és még mindig nem használhatjuk a már kész ebédlőt. Szeretném, hogyha konkrétan kapnék erre választ, hogy mikor lesz használható ez az ébredő. Itt a katasztrófa védelemmel volt a gond, azok csúsztatták az időt, megmondom őszintén, és a kékiskolának a főelosztójával volt gond, az volt rossz, és ahhoz kellett kapcsolódnia, azt hiszem ennek a rendszernek, így tájékoztattak engem, és erre engedélyeket kellett kapnunk a katasztrófa védelemtől, tehát ez most annyi van, hogy 1-2 héten belül, ugye Évi, ez most már sínen van. Ma hívtam föl a kivitelezőt, mert ugye a katasztrófa védelem kért tőlünk olyan dokumentumokat, amiket mi nem kaptunk meg a kivitelezőtől, és voltak is emiatt félreértések, úgyhogy a kivitelező kedden kapott időpontot, hogy mehet a katasztrófa védelemhez egyeztetni, és átrágják az egészet, és igyekeznek hiánypótolni. Az ő szakhatósági hozzájárulásuk hiányzik egyébként, aztán még majd az építéshatóság kijön helyszíni szemlét tartani. Én nem tudom sajnos megmondani, hogy ennek... Sajnos a katasztrófa védelemmel kapcsolatban elég nagy intervallumban dolgoznak. Igen. És hát eleve nehéz egyeztetni, hogy kényszerítenek minket itt. Amikor hozzányúlunk egy épülethez, bővítünk, akkor mindig elkezdik előszedni, hogy de akkor a meglévő épületben mi a rossz, és akkor mit kéne megcsinálni. Ugye itt belefutottunk a tűzjelzőbe is. Igen, a tűzjelző nem a meglévő épületben volt rossz, hanem nem volt az új épületben. De a régiben is gond van. De a problémát ennél az épületnél nem az érezte, hogy jelentett, hanem az, hogy nem volt. Én úgy tudom, hogy azért csúsz. Az is, de így van, de ez is kicsit kompromisszum kérdés volt, mert egyébként kötelezhettek volna minket a teljes kiépítésére. Így van. Jó. Köszönöm szépen, Bulman képviselő úr, parancsolj még! Rövid leszek. Jó. De szeretném, ha a következő testületi ülésre egyik napirendi pont lenne, urnafalra megszavaznánk pénzt. Betelt az urnafal. És erről kéne tárgyalnunk. A kivitelező 1,6 millió körül beszél a újabb blokkról. Annyi, hogy emelni kell az urnafal árakat, mert hát így nagy minuszba szaladunk vele. Jó. Akkor még egy van, elkészült a Mazgó utca bekötő, és ott súlykorlátozás táblákat ki kell rakni az utca mindkét felére a Mazgó utcára, tehát hogy ne arra
járnak a és még egy van, a központi oldalánál építkezés folyik, és van az kis háromszög, igen, tudod? Igen. És egyik felén van parkoló, másik felén nincs. Igen. Nem kéne egy kimondott kiépített parkolót csinálni, csak leszedni a patkát, hogy be tudjanak a fákkal állni, fát se kell kivágni. Tehát, hogy kialakítánk egy másik parkolót, mert ott nem bírnak meg az építkezés miatt a emberek, akik viszik a gyerekeket. Nagyon veszélyes a parkolónak a patkája. Nem ilyen őrült nagyon magas patkázat kéne készíteni, amikor neki puszik az autó, akkor tönkre teszi a kötélemezét, vagy hátulról, akkor ki fogják szakítva le. Valahogy azt nem tudom, milyen szabvány alattam készítették, de olyan szabvány alapján, hogy autó közel nem ment ahhoz a patkához. Tehát is meg kell vizsgálni, hogy az a patka, ott a József Attila utca legvégén, az egyáltalán kell nekünk az, nem lehet oda közelíteni. Egyébként is keskeny az utca, sőt, még nem tudok oda menni a patkához a parkolásnál, én próbáltam, még ha tolattam idek oda, akkor is akkor kipugom hozzájött. Tudom, szóval jó. Köszönöm szépen, megvizsgáljuk ezt is, jó? Kimenjünk a Szrenk úrral. Akkor köszönöm szépen. Ila, parancsolj, Anita. Csak egy apró kérés igazából. Az előterjesztések kiküldésével kapcsolatosan, igen, hogy most ugye volt egy kis csúszás a rendszerben, itt lényegében az érintett napirendi pontoknál ez csak egy formaság volt már ez a jóváhagyás, tehát nem igényelt különösebb szakmai felkészülést, igen, hogy lehetne azt kérni, hogy ugye az SMS szerint ténylegesen a meghívóval együtt kerüljenek kiküldésre az előterjesztések. Megpróbáljuk mindig úgy dolgozni, de vannak olyan szituációk most a pörgés miatt, hogy haladjon a dolog, azért mennek ki, és azért volt az, hogy majd később kerül kiküldésre. Tehát ez nem bevett gyakorlat, de előfordulhatnak ilyenek, hogy... Jó, jó, csak de ugye ma is... Azon vagyunk, hogy menjen. Igen. Oké. Szerintem úgy, hogy szerettem volna kérdezni a zebrákkal kapcsolatban, mert több mint egy éve megszavaztuk rá a pénzt, és... Hát, majd akkor a következő tesz fel, jó kérdést. Mert ez erről is van szó, a zebrákkal még van egy kis gond, de viszont a parkolóépület építése, a könyvtár és arra megvan az engedély, tehát arra most már parkoló. Sinem van a parkoló kapcsolatos. Ma jött a szerződés, igen, pont. Ugyanis a legsebb voltán a piacnál, mióta megszavaztuk, hogy több egy éve. És az egy más a parkolót három éve. Ezek szakhatóság eljárások, tehát nem a jegyzőre megyünk, és rendezik ezeket. Azt kell különbözően fölfestenék. Jó. Akkor köszönöm szépen a jelenlétet. Köszönöm. Ez áll, ez jó.